Mind. Jó, thank you. A Rácz házas pár visszajáró vevője a nagycserkeszi Dínyi Istvánnak, a kifogástalan minőség miatt Tiszalökről járnak ide vásárolni. Azt is elárulták, miért érdemes kopogtatni a gyümölcsöt vásárlás előtt. A kongászról lehet meghallani, hogy frisse, nem vagyok nagy szakértője, de úgy nagyjából hallom, hogy milyen. Ha szépen szól, akkor olyan pengő hangja van, akkor én valamikor úgy tudtam, hogy mint az a kemény falu csizmát, ha kopogtatták, de hát már olyan csizma nincs is, csak a múzeumfaluban. És akkor, ha hasonlít hozzá, akkor jó a dinnye, finom. Már jót vettem, akkor nem megyek más után, hanem akkor ugyanoda térek vissza, és akkor hát már bizalma van az embernek hozzá, hogy innen mindig jót viszek. Még javában tart a nyár és a dinnye szezon. A hőség heteiben folyamatos a kereslet a mézédes gyümölcs iránt, amelyet akár szeptember közepéig is ki tudnak elégíteni a kereskedők. Átlagosan 100-150 forintos kilogrammonkénti áron lehet hozzájutni a szezonális gyümölcshöz. A hazai dinnye termelés kiemelt területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megye termelőkörzete, ahol a termelők sokat dolgoztak az idei évi termés kiváló minőségéért. Legalább 20 éve termelünk mink is dinnyét. Egyre kevesebben termelnek az időjárás miatt. Nagyon kockázatos, elég nagy a bekerülési költsége, drágák a magok, mit csináljuk a palántát és mindent ültetéstől kezdve, és nagyon költséges, és nem biztos, hogy bejön. Az idén is elég rosszul indult a szezon, állandóan esett az eső, nem tudtuk elültetni a palántákat időbe, de aztán utána jó volt az idő, csak utána meg nem esett az eső, és ennek azért víz is kell, de annak ellenére elég szép termés volt, nagyon jó a minősége az idei dinnyének, nagyon jó mézédesek, de az emberek úgy vannak vele, hogy ha van munkahely, az biztosabb, mint ez. Sok vásárló a grizzly, a kariszta fajták mellett a nosztalgia dinnyét keresi a különleges és hagyományos ízvilága miatt. Ez a fajta a méretre ugyan kisebb, de beltartalmi értéke meggyőző. Szerintem ez a legfinomabb, ami létezik. Magba váló szerintem. Ez az egyik, a súlyát eltaláltam, szerintem jól választottam, úgyhogy remélem, hogy jó lesz. 5,5 kiló. Magyarországon átlagosan egy fogyasztó 10-12 kg dinnyét eszik meg. A görög dinnye közel 60%-a belföldön kerül értékesítésre. Egyre több jel mutat arra, hogy az ágazatban egyfajta koncentráció indul el, azaz számos kisebb termelő felhagy a tevékenységével, ugyanakkor a közepes és nagyméretű vállalkozások a modernebb technológiák és a professzionálisabb szemlélet felé fordulnak. Mindez középtávon ismét növekedést fog jelenteni az ágazatnak. A dinnyének az a lényeg, hogy mindig újabb-újabb helyeken legyen, mert ezek nem tökreoltottak, ugye a békési az tökreoltott, és azok termelhetik egy helyen, de ezeket így 5 évenként kell változtatni. Minimum 3 év, de az a jó, ha 5 évenként más területen termelik, más földbe. És sajnos egyre kevesebb olyan föld van, amibe termelhetik, mert mindenféle betegségeket ugye elkap, és akkor csődbe megy az egész dolog. De remélem, hogy jövőre is találkozunk ugyanitt, és fogyasztani fogják a nagycserkeszi mézédes. A termelők azt mondják, szeptemberig nyugodtan fogyasztható a dinnye.